Ben vagyok, és Marsa a kommentátortárs. Igen. Én vagyok az akciókommentátor, ő meg az elemző. Azt mondjuk, ezt nem döntjük előre, de jó. Ezek a kasztok. Na, kérdjük, hogy egyes vagy kettes bázis lesz. Azért érdekes lesz, hogy spotterük nincsen a mókusoknak, tehát, hogy itt mennek szerintem, ahol szerintem lehet. Is, aha. Ez egy ilyen IS-3-os rást lesz. Igen. Látható, az 50 század be fogják tenni szerintem Donit. Ugye, picit nagyítok a képem. Oké. Donit be fogják tenni az egyes bázis védekezésére az IS-3-mal. Ugye ő nem fogja magát bemutatni, csak reszedre kell kinéznie, és a többiek elhelyezkednek a kisvárosba, szintén egy kvince fog menni a másik 50%-al kisvárosba, és látható, hogy a mókusok azok ezen mennek tovább, és a kettes bázis próbálják megszerezni. Aha. Kince be is állt ide, bokortakarásban, és várja, ő fog spotolni. Megérkezett mellé a másik IS-3, ami szépen lassan a mókusok megérkeznek. Így igaz. Igen, mi már látjuk őket, de ők még nem látják egymást. És Zoli P megy előre spotolni. És akkor most a mókusok védekeznek. És akkor ég sejtik, hogy nem itt fognak jönni, és akkor már pozíciót vár. Danit ott fogják hagyni hátul, neki tényleg nem lesz más esélye, mint hogy resetre kelljen menni. És amikor látja, hogy megindul, akkor vagy körbe fog menni, vagy pedig oda megy a másik 50%-a nulláshoz. Ez majd ki fog derülni. Most. Most állítunk a hangokon, mert állítunk, annyira szép hangom van, és erős. Ugye akkor bemegy középre, fogja őket várni. A trik egyértelműen keresztbe akarja lőni a mókusok csapatát. És akkor megkapja a spot lámpát. És ugye ezt már észlelték a tigrisek, vagy tigger, bocsánat, hogy alkorék, hogy nem fognak az egyes bázisra menni, és Dani elindul körbe. Ugye alkornak nem lesz ez a pozíció, jó? Közben a mókusok szépen elkezdenek helyezkedni, és szépen lassan hangot állítunk, mint láthatják. Szóval... kis technikai makrit az első lennel nagyon jó be fog majd húlni. Ugye egy IS-3-as hátul hagytak a mókusok, alkapozíciából látjuk az egészet. Ugye tényleg a cél ebben a felelenségnek, hogy keresztbe tudja lőni majd a mókusokat, és tényleg várják azt, hogy betolják. Donival, Dani egyet ott maradt, én meglepődtem, hogy még nem indultak körbe. És ugye a mókusok tudják, hogy alkor ott van lent középen. Pontosan. És már érkezik a lövésváltás. Megpróbálnak elérni itt a nullás része, hogy alkor ne tudja őket keresztbe lőni. Ez egy jó gondolatnak látszik. És ebből a pillanatban ugye Dani elindul körbe, megpróbálnak hátulról kitárazni őket. Ez egy teljesen jó koncepció. Alkor bennmaradt középen, eddig tökéletesen védekezik a trik. Pontos nagy. Cikét halkan hallak, de... megy a lövésváltás, Sider IS-3-akat látunk, erre valók. Közben Dani lassan megérkezik, és hátulról tényleg ki tudja tudni majd tárazni valamelyik IS-3-ast. HP szempontjából majdnem ugyanott vagyunk, tehát ebben nem kell foglalkozni, viszont az 50%-ak nagyon jól állnak. Mi? Jó. Hangpróba 1-2, hangpróba 1-2, hangpróba 1-2. Megérkezett. És elkezd szépen lassan kitárazni. Ugye Dani ki is szedte az első áldozatát az IS-3-mal, és megy tovább. Ugye Dani halad tovább, és majd Zolit megpróbálja elkapni, hogyha el lehet. Közben a trik kitolta, és a mókusokra megpróbál ráesni. 4000 HP-juk van Trignek, és mókusok már csak 2000.
Nagyon szép fortos side-ot láthatunk, sokkal nehezebb így belőni az IS-3-ast, persze ez el kell találni a szöget, hogyha rosszul állítjuk be, akkor ugye sokkal könnyebben át lehet lőni. És Saxika megindul, ugye full HP-ja van, ezért ő megy előre, abból lehet fogyasztani. Lassan Dani megérkezik. Nagyon trükkös lövés láthatunk, hogy meg kell lőni. És már csak Dani maradt. És továbbra sem hallatszódok. A trigger srácok is ugye lecserélték a második 50%-okat egy IS-3-asra. És rásolástak lehetünk szemben, ami Dani szépen lassan húzódik felfelé oda a nullás sorra. Kíváncsi vagyok, hogy mit tud onnan sznájpolni. Ezzel szemben a mókusok IS-3-ai egész szépen törnek előre. Kíváncsi vagyok, hogy milyen védekező pozíciókat találnak maguknak. Ott van egy IS-3-as, akire én kíváncsi vagyok, hogy mit csinál. Zoli milyen szépen tör előre, ugye ő tornyozós tankkal van és megpróbál onnan kinézegetni, közben Danék elkezdtek, hogy alforik húzni a bázist, a kettes bázist. Így igaz, ráálltak mind a három tankjukkal, 30-30 vissza. És az IS-3-as fogja védeni azt a keppet. Nagyon rossz helyen van az a T-32, trik szempontjából. Így igaz, nagyon szépen tud reszetelni amúgy Zoli. Igen. Zoli P. 2015. Ezt a Danit se kell félteni, mert ő is, ahogy látom, most már félmutatni magát, és szubszikába próbált lőni egyet, de csak a tracket sikerült ellőni. Közben az egyes bázison hagyott IS-3 eljön visszafelé, és akarják keresztbe lőni, teljesen a bázisfoglók keresztüzbe kerültek. Nagyon jó pozícióban vannak a mókusok, igazán nincs más dolguk, csak néha kinézni egy reszeterelég, és igen, meg is lehet ez a mérkőzés. Szépen lövöltöző, de amúgy, ha figyeled, akkor a trigger srácoknak jó 700 HP előnyük van, úgyhogy HP-ban annak ellenére, hogy a... kevesebbel kezdtek most. Igazából nem, a mókus fejlet az el van csúszva, a mókus sok vannak 5600 HP-jük, a triggereknek meg 4100. Igen, igen. Ez összefogálni, gyerekek. Ez 3300 HP, 5002, ez lassan úgy néz, hogy el fog dőlni, de nem, hogy azért ez teljes mértékben lehozható, tehát nem féltem Daniékat. A Zoli az Zoli... esetleg válta, azt kíváncsi vagyok, hogy mit kezdott az ellenséges IS-3-mal. Egészen jól tud tornyozni, ugye látom itt a bokrok között. Igen, igen, nagyon szépen tornyozik. Ha őt kiszednék, nagyban megnőnék a trignek a pontosan ahogy fogalmazol, de szépen lövöget. És picit beállt a HP, trig elég jól tartja most magát. Uh-huh. Mókusok nem támadnak ki, igazából nem kell kitámadniuk, ők védekeznek, az ellenfélnek kell jönnie. Mondtad, de kiéheztetik az ellenfelet. Akkor kapott most egy lövést az Olipétől. Zoli igazából nem zavartatja magát, elég szépen csibegetik ki az ellenséges tankokból ezt a 220-240-es sebzés értékeket. Most a 260-ast. Szépen lassan. Felölti a mókusok csapata a trigget. És most az IS-3-at ki kéne szedni, nagyon szépen ki is szedi. Uh-huh. De igazából ez már itt esélytelen lesz. Szerintem ki már jelenteni, hogy ennek Dani vége lesz. Dani szerintem kifogyott ugyanis benne a tárlatot. T-32, illetve az IS-3 nem így gondolja ezt, és előtte is sem kapja a találatokat, és Zoli meg is semmisítette Danit. Ugyanazt látjuk, mint az előbb. Daniék elmegy ide védekezni egy IS-3-mal, uh-huh. Középen maradt egy IS-3, aki bárhova mozdítható, többiek mennek fel a kisvárosba, és mókusok megint mennek a kettős bázisra. Igen, ezt a taktikát amúgy, ahogy látom. Egyszer már nem működött. Hát most működni fog. Nem, a trigger srácok is ugyanezt csinálták az előbb. Úgyhogy ez a pályán csak ezt az egyfajta taxot lehetne tolni. Most azon megváltoztatták, hogy ez a legelső mérkőzések Vince az 50%-al spotolt Saxika helyén. Uh-huh. És most ez változott. Tehát egy kicsi módosítás azért van a felállásban. Ha megnézzük közben, ugye most nem itt, nem Alkor lesz, Alkor máshol áll. Ugye hátul. És megint Zoli. Milyen szép, beálltak egymás mellé. Gyönyörű ez a felállás, de tényleg. Ez képest a mennyiségű IS-3. Arra várnak olyan, hogy Zoli szikát ellőjék? Hát, oda szűkülnek, ugye ott volt egyszer egy 50%, és Zoli nagyon óvatosan, uh-huh, házról házra, uh-huh, bokorról bokorra. Elkezdtek lányba lőni a fiúk. Nézzünk is Saxikához, hogy ez hogyan sikerült. És igen, ide lőnek egész folyamatosan.
mennyire jó ötlet volt az triktől, hogy nem az 50% állt ide, hanem egy IS-3, ha esetleg blindolnák ezt a bokrot, akkor itt már legalább van esély pattani, de látható, hogy fontosan blindolják ezeket a részeket. És közben, ha szépen benézzük a minimappot, ugye osztódnak az IS-3-ak szét, lehet, hogy mennek vissza az egyre, eljátszák azt, hogy ők itt vannak, és akkor jaj, megint mint legutóbb, de ez nagyon szépen lassan mennek vissza. Ez egy jó taktika volt, de ha van, szerintem az egyik tankot itt kéne hagyni egy picikét, ide lövöldözni, hogy azt higgyik folyamatosan, hogy itt vannak, aha, és még rá fognak jönni szerintem a trig. Nem félek. Mert ugye mókusok csak egy pozícióba gyűlnének. Azt figyelem, hogy pont ennél a G4-es szektornál ez randomban is egy elég fontos pozíció. Nagyban eldönteni a csatát, hogy tovább mész-e vagy sem. Mondjuk itt kompetitívben egészen más, hogy működnek a dolgok, egészen más, hogy működnek a szabályok, mint randomban. Teljesen. De mintha védekeznének, de csak bevárják egymást. Ugye 7 perc van még vissza. És közben mozgolódnak azért a trig is ott felül. Ugye Dani beállt és várja. Ugye van előtte egy bokor, ez a bokor, ezért ezt a részt nem fogja látni, mert nem átlátszó, viszont ezt a részt egyből fogja látni, ugye egyből az A sort. És ezen a részen is megy a mozgolódás. Innen mondjuk bármikor kérnek, de ugye Alcornak feladata ezt a részt megspotolni. Na, lássuk. De ugye az egyesen mennek végig, tehát nagyon na, óvatosan. Kicsit kevés egy ilyen sáros látótávolság. Hát ehhez igen. Nézzük is az első dolgot, hogy megy már a pingelgetés. Pontosan, ahogy mondod. Szépen lassan kúsznak méterről méterre. Törődőre egy... a mókusok csapata. Mindről, hogy még a hang alapján is lehetne az is egy tankot, mert messzeről hallatszódna. Ugye sejtik, hogy ott a 6-os, 7-es résznél lesz tank. Nagyban megy a pingelgetés. 6 perc, ez egy nagy rás lesz. Tehát ez várható. 3 perc be kell jutni az 5-6-os rész, mert különben keresztbe lövik őket. Más esély nincsen, azt a kis részt el kell foglalni, és ebben a pillanatban meg fognak indulni. Daninak tökéletes tárazást kell nyújtania, mert egy tárnyi lehetőség lesz, és onnantól bele fog halni. Aha. Ez szinte biztos. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az, akit a mókusok csapat előre küld, látom, az Oli vezeti. És a meg támadást. Is indultak. Elsőről se lepattant talán Daninak. Alkor. Az Alkor lőheti, ezt a részt csak Alkor lőheti. És el is indulnak. A mókusok csapata próbálja visszanozni a tüzet, de nem igazán találják el. Ez egy elég Alkor, gyenge pedig nem igazán megindulás rá volt. Aha. Ugye Zoliék indulnak be, ugye itt látod, hogy keresztre tudják őket lőni. Az 50%-ban már nincsen sok. Daninak most ki kell tárazni, és bele is fog halni. Nagyon sok HP fogy, mindjárt elfogy egy IS-3. 50% fontosan táraz kvincével. Szerintem akkor újra tölt, akkor elmegy körbe. De mégis bejutottak ide, de megérte. És közben a sarkon elkezdenek foglalni. Pontosan. Így a keresztből lévés. A trignek mindenféleképpen lépnie kell, mert fél perce van arra, hogy visszalője a kepet. Hun gombát pedig konkrétan csak a jó indulat tartja egyben. Viszont Zoli nagyon szépen védi. Nagyon szépen védi. Alkor megpróbált kiszedni, vagy kinézni, de nem érte meg neki. Egy folytott szállított láthatunk, akkor elrontotta. És most milyen szép volt, kinézett Dani. Nem is ütött a Zolit ismételten. Az előző mérkőzésben, illetve befejezte Hun gombát is. Igen. Amúgy figyeld, 5 másodperc van vissza a foglalásból, de jól láttam, akkor érkezett és a reset, úgyhogy... Meg is történt. Ez már valamilyen szinten easy, szubszika vezetésével elég szépen vissza vannak lőve a mókusok, és korlában most vannak megérkezik tartva. A másik 50%. Jöhet a tározás. Az első és három már. Ki is szedi, van még benne. És amúgy gyönyörűen látjuk az 50%-ak, annyira jó védekezésben. Dani is kinézett, Saxi fölvette a lövést, bocsánat, Alkor fölvette a lövést. Gyorsan volt egy kitarazás, kiszedte a két kis egyhites tankot, és igen, mehetett pontosan tovább. Utána már resetre kellett figyelnie. Ez a mérkőzés, ez nem lehet visszahozni. El van döntve. Ha megfigyelted, amúgy nagyon szépen osztott el a trik csapata egymás között a sebzéseket, lehet látni a HP-kból, hogy konkrétan senki nem halt meg, csak ugye levettek egy-két lövést az ellenségtől. Na, most akkor jó lesz. Amúgy megjegyzésképpen szerintem a moddal van probléma, nem pedig amúgy valószínűleg velünk. Igen. Na, nézzük, hogy ugyanazt látjuk-e. Ugye lesz 2 VZ,
a triggesek oldalán, igen. Az egyik szaxi lesz. Az kíváncsi, hogy a vérzék hova mennek, és mit nagyon csinálnak. Nagyon, középspotot néz, milyen agresszív középspotot fog tolni, az egyik. Aha. Gyönyörű lesz. Az egyik megáll, el akar érülni, szaxi pedig tolja a nagyon agresszív spotot, hogy hátra ki tudja spotolni. Az ilyesek megindulnak a kettes bázisra. Eddig ugyanazt láthatjuk, vézével szaxi nagyon agresszív, ezt így is kell csinálni. Nagyon ki fog nézni. És már a másik vízélő is. Van mit lőni, az egyszer biztos. Igen. Sajnos nem kapott senki sebzést, de ez egy jó taktikának néz ki, dinamikusan kell játszani, ugye. Uh-huh. Nagyon komoly HP hátrányban vannak, tehát azért mókusoknak 7550, igen. Nekik meg csak 6700. Igen, a két vízé miatt. A két vízé, igen. És már... És ráadásul ugye a mókusok védekeznek, tehát... Valamilyen szinten egy minimális előnyük van. Igen. Mert a Trignek mindenféleképpen lépnie kell. És gondolom ettől a két vézé, a 132-estől várják azt, hogy a szemük legyen a csatában, tehát... Igen. Mindenféleképpen spot alatt akarják tartani a mókusok összes tankját, és minden mozgásról szeretnének tudni, ami a pályán történik. A Trigesek hirtelen meggondolták magukat, és ahogy látom, a szépen lassan elhátrálnak a kettes bázis irányából, és szokszik a szép spotot tolt, viszont a mókusok egyszerűen lekempelték ezt a spotot, legalábbis én úgy láttam, hogy a ház mögött kivédekezték ezt. Viszont azt már megakadályozták a vízékkel, hogy Zoli kimenjen oda a nullásba, a K0-ba, mint legutóbb. Uh-huh. És ezt már megfogták, ha bár nem mennek a kettes bázisra, de ezt megakadályozták, de szerintem a mókusok rá fognak jönni, hogy itt valami lesz. Ugye az IS-3-mal ugyanott áll a mókus játékos, mint annó akkor az előző csatában a védekezésnél. Uh-huh. Egy az egyben, a vízét nem fogja tudni kiszputolni. Szakszika megpróbál középen adni egy spotot, hogy hátha lát valami elfutó tankot. Ugye erről a része ide befutni, itt jól lehetne spotolni, de onnan nem jössz ki hát többet. És közben szépen lassan elkezdenek mozgolódni. Csapatársai meg felzárkóznak. Igen, ugye nagyon kint áll a mókus játékosa. És blindolják ki is, a VZ blindolja azt a bokrot, ahol akkor előbb állt. Igen. Hát ugye tudják, hogy hova szoktak felállni. És az egyik IS-3 ugye itt szépen lassan jön vissza. Húzzuk felfelé a nullásra. Igen. A VZ pedig most megteszi azt, amit az elején mondtam, hogy hova lehet bemenni. És szépen fel is álltak, bocsánat, ez nem az a VZ, fel is álltak mögé az IS-3-nak, hogy ellőjék azt a részt. 7 perc van még vissza a játékból, és még egyáltalán nem történt egy lövés cseres sem. Szubszik a spottolt egy elég agresszívet a játék elején, de a csapatársak még üzáltatták lekövetni legalábbis ilyen szempontból, hogy sebzést nyerjenek ki. Ezek a lövések pedig szerintem blindban mennek egy pokolba, ahol állhat az ellenséges tank. És a Sanxi megpróbálja hát a nullásra kimenni és kiszpotolni azokat, és onnan meglövetni, ha bár nagyobb a fedezékben vannak. Ez az IS-3, ez lőhető lesz, de ehhez meg kell villannia, őt ki lehet majd szedni. A másik vézé, és ott áll is, nagyon megy a tapogatózás, ugye a Trignek nincs más esélye, mint hogy tapogatózni, hiszen nincsen HP-juk. Nem igazán. Egy ilyen totális rásos taktika valószínűleg az eleve halál lenne ítélve. De féleképpen szerintem valami olyasmit szeretnének, hogy felvillantanak egy-két tankot, és belőle csipegetik ki szépen lassan az illető pontokat. Az egyik IS-3 tökéletesen beállt ide, a T-32 is tökéletes tornyos pozícióban van. Így igaz. A másik IS-3 is itt már visszajött, és középről már nem lőhető, ahogy mondtam először, de a két IS-3 inkább már a D-nél van, és egy IS-3-at nagyon szétmozgatták a Trig a csapatot, ahhoz képest, hogy azt mondtam az elején, és ezek ide spotolva, itt a 7-esben, B7-ben az IS-3. Ugye nem szeszi, hogy szétszedni a csapatot, ahhoz képest Trig pont azt tette, ugye 3 tankot itt hagyott és 2 a másik oldalon van. Én arra számítok, hogy ugye több tank van itt a 1-es bázisnál, és közben látjuk, hogy a VZ miért jó. Folyamatosan tudja lőni az IS-et és nem fog kiszpottolódni, és nagyon sok HP-t bukott el most a mókus csapat. Igen. Sok pattanója volt, de... Sok is pattintott, de eléggé megfizetett azért a manőveriát. Hiválasztó, hogy még biztos tudta spottolni Szukszik által, aki megállás nélkül. Igen, közben viszont megindulnak a T-32-vel Zoliék. Aha, nagyon szép a taktika, amúgy nézzük a Trig, mit reagál erre. Már mozgóstolták is az IS-3-asaikat, de kíváncsi vagyok, hogy ezek odaérnek-e. De a Triges támadás, vagy a mókusos támadás megáll legalábbis egyelőre.
Mint ugye a mókusok se igazán tudták volna eldönteni, hogy most mit csináljanak rájuk, menjenek, nem menjenek rájuk. Szerintem bőven elég lett volna, hogyha a Zoli a T-32-esével felvillantja azt a vézét, vagy éppen a mellette álló. És IS-3-on látszódik is. És Szakszekának megadták azt a lehetőséget, hogy körbe menjen és bemenjen mögéjük a kisvárosba, és onnan szedje szét őket. Ez nagyon jó esély erre. Doni pedig itt meg feltartani. Ó, oh, egy milyen mázis lövés. Vagy hát a másik Nem véletlenül választják az IS-3-osokat hát, ilyen kognitív jellegű összecsapásokra. Elképesztő pattintás volt itt a tank oldalával. És nem is az ürges páncél nyelte be, hanem koktan lepattant elő, és lehetett hallani Igen. a kongot a páncélon. Közben az egy maradt vézét hátul teljes mértékben izgatja a ott maradt egyedül ilyesen. Most amire amúgy rá tud majd menni és ki tudja szedni. Szerintem az is lesz a cél. Ugye látható közben meg is indul az a vézé. Nagyon szépen együtt mozog a Trick csapata. Gyönyörűen. Látni, hogy körbezárják a ellenséges tankokat, és nagyon durva megtalálta azt az egy IS-3-ast itt a Trigges VZ-132. Nagyon szép volt azt látni, hogy kimozgatták a másik IS-3-as hátulról, és így ki tudják venni a játékot, és ki is szedték. Fontosan, hogy mondod. Lépés erőnyben a Trigg. 3 percük van, sietni kell, közben Szakszika lassan beér ide pozícióba, és már elkezdi osztani a T-32-t. Nagyon szép mozdulat volt ez. Gyönyörű, amit jelenleg csinál a Trigg. Zoli egyhites kategóriában. Daninak ki kell nézni, ki kell venni, és ez megtörtént. 3 perc, ez még a meccs azért nincsen megnyerve. Akkor ki lehet venni, és ez ki is kell. Ugye az egyhites tank is ugyanakkor átlő. De ez nagyon drága volt Daninak, és meg is fizet érte. Ez a meccsnek most azon már vége van. Pontosan. Hát, hogy mondjam, az volt a legszebb. Nem volt rossz amúgy a mókusok védekezése. Ott, amit mondtam neked, amikor a T-32-vel csak simán fel kellett volna villantani ezt a vézét. Nem kellett volna kimenni oda közé. Egy vézét villantsál fel. Hát, hogy ezt a mondatot, ezt... Hát csak úgy szerintem úgy gondoltam ezt az egészet, hogy óvatosan a T-32-esre ugye tornyozgatni, kikinézegetni onnan a dombogiló, hogy csinálta eredetileg is igen, abban a mérkőzésben, amit megnéztek. Az szép volt. Mókusokos, mókusok. A vézét, ha megnézzük, a vézét, ugye 1574, 1400-as, ami 1500 pont gyönyörű. Igen. A másik, közben kaptunk valami szép üzit. Ő nem sebezett annyit, de a spotja majdnem 2000. Fantasztikus volt, tényleg fantasztikus volt. Ez A Trigg a továbbjutó. A Trigg a továbbjutó, igen.